az egyetemen a fali újságra. És mentem a folyosón, és az volt a kérdés rajta, hogy akarod a tavaszi szünetet egy indián rezervátumba tölteni? És mondta, hogy persze. Így kezdődött, hogy én akkor, ahol lehetett, akkor én ott filmeztem, meg fényképeztem, és dokumentáltam azt a hetet nekünk. És akkor abból még nem volt az a gondolatom, hogy ebből egyszer film lesz. Viszont engem nagyon megfogott lelkileg az, amit ott láttam, az a szegénység, az, ahogy az emberek élnek. Volt egy lány, aki elfelejtett fogkrémet hozni. Nem volt fogkrém a boltban. Tehát nem az, hogy majd hozzák az árut, már egy hétig ott voltunk, nem volt fogkrém. Úgyhogy én adtam neki fogkrémet, nem. És azt mondtam, hogy valamit muszáj csinálni. Tehát, hogy az emberek, nagyon sok amerikai itt él, és azt se tudja, hogy mondjuk mi van Afrikában, vagy a világ másik végén, de nem tudja, hogy mi van itt, ebben az országban. Nem mindegyik indián, most már ugye 100% indián. Amikor elmentünk Dakotába, akkor őtől is megkérdezték. Te indián vagy? Are you native? MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Péter, mi újság, hogy vagy, meg dögmeleg van, meg jó idő, meg sokat ültél az autóban. Szia, Attila! Nagyon jó idő van, nagyon sokat ültem az autóban, 3 órát ültem, éppen Pennsylvania-ban jöttem. De... Te hogy vagy, Attila? Te mennyit ültél az autóban? Én 21 percet, mert tudni kell választani mindig, hogy milyen buliba mész. A miénk hazafelé 21 perc volt, és teljesen tökéletes. Időben hazaértünk, jó volt minden, köszönöm szépen. Bár hozzáteszem, hogy az én 9 órai fekvésemhez képest, tegnap fél egykor kerültem ágyba, mert ugye az átlagom az 9 óra, de inkább előtte, hogyha van rá lehetősége. Én nem tudom, hogy öregszek, kezdek minél hamarabb lefeküdni, és minél korábban kelni. Én régebben nevettem a szüleimen, mikor apukám is lefeküdt időben, és korán kelt, hogy lehet ezt így bírni, hogy miért nem minél tovább maradunk, és minél később kelni föl, és akkor ez valahogy így átbillen, átfordul. De hát ez az én problémám, meg én küszködök vele. Nem, Péter? Mindig mondod, menjek valahol bulizol, akkor menjek el, és vegyek részt a rendezvényen, de egy jó pár kimaradt már, meg ki is fog, de egyszer biztos ott leszek. Mi hívtunk én a Pencibe, én azért mentem, mert ez jobban fizetett. Ugye, Karesz? Ja, de nem a pénz miatt megy. Na jó, a mai, majdnem azt mondtam, sztár vendégünk, de mondhatom ezt is akár. Pap Judit, szia Judit, köszi, hogy eljöttél, és te is jó sokáig autóban ültél, hogy itt lehess nálunk a stúdióban. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Igen, én is ültem 2,5 órát. Hát aztán kiderül, hogy megéri, de biztos vagyok benne, hogy megéri. Ugye a célunk ezzel a műsorral mindig az ezzel a podcasttel, hogyha egy embernél bekattan a történetedből egy pillanat, vagy egy rezzenés, vagy akármi, és ő föl tudja ezt használni, akkor már megérte az egész beszélgetést. És azért el lehet mondani, hogy amit róla tudok, meg tudunk, ugye az eléggé kalandos történet, de mármint a filmforgatási részére gondolok, de egyébként én arra is kíváncsi vagyok, hogy te, mint Pap Judit, te ki vagy, honnan indultál, mikor indultál el ide Amerikába, és egy hatalmas projektbe vágtad a fejszédet, ugyanis már jó pár éve forgatsz egy filmet, egy dokumentumfilmet, ami néztem és olvastam veled kapcsolatban dolgokat, hogy nálad ez annyira mélyre jön, hogy hihetetlen. Tehát, hogy ez teljes erőbedobással ezt csinálod, és ez fú, irigyellek ezért. Most mondhatom, hogy ez dobta a gép, de... Hát akkor kezdem az elején. Egy nagyon pici faluba születtem, körülbelül 20 ház állt a faluban. Wow, ott mindenki ismer mindenkit. Ott mindenki ismer mindenkit. Helyrajzilag Csesztvéhez van kapcsolva, de tulajdonképpen maga a hely neve, ahol születtem, az Bakó puszta. Úgyhogy a világ végén, Nógrád megyében. Csesztvén írt a Madács az ember tragédiáját, talán ez egy kicsit többet mond az embereknek akkor. Mikor indultam el, nem Amerikában, először Angliában indultam el, amikor 21 éves voltam, hogy megtanuljak angolul. Aztán ott ragadtam 2 évre, aztán hazamentem. De 10-11 éves lehettem, amikor találtam egy képes lapot. Sok nővérem gyűjtötte a képes lapokat, amiket kaptunk otthon, és a keresztanyámnak a bátyja kiemigrált Amerikába, Virginiába. És ők küldtek képeslapot mindig. És volt egy képeslap, ami az egész rózsaszín volt, nem most tudod, egy
10 éves kislánynak, hogy ez milyen gyönyörű, ugyanis Washingtonban nyílnak a cseresznyefák. És akik úgy közelebbről ismerik, tudják, hogy én tulajdonképpen azért jöttem Amerikába, hogy lássam Washingtonban a cseresznyefákat virágozni. Uh-huh. Hmm. Jó nagy utat tettél meg, holott ezt a másik városban vagy faluban is megnézhetted volna, de te úgy gondoltad, hogy akkor mozdulsz. Én azt szerettem. De lehet, hogy akkor benned volt az a történet, a dolog, hogy neked lehet, hogy ott szűk lett már az a kör. Azt azért meg el kell mondjam, hogy elég félénk gyerek voltam, későn is születtem, tehát a nővérem 15 évvel idősebb tőlem, és mindig ez a anyukám szoknyája mögött, utolsó kullog a sorba az óvodába, és azt mondta a dadus, hogy hát ez a lány még a balassagyarmat táblát se fogja átlépni. De azt képest azért elég jó sikerül. Nagyot léptél, hogy nem sikerül átlépni, sőt, hát ugye majd beszélünk a filmedről is. Jó pár helyen megfordultál itt Amerikában is, és ugye köztudott, hogy itt Amerikában azért van a távolság. Mindenhol van, Európában is, de azért itt jellemzően nagy távolságok vannak a filmeddel kapcsolatban, majd arra visszatérünk. Igen, és akkor ott a kisfaludból elindultál? Hát elindultam Angliába, mondom, aztán hazamentem. És viszont ott találkoztam egy magyar hölgyel, akinek itt volt kint a lánya, és hozzájöttem ki legelőször 99-ben egy évre. Uh-huh. És akkor lettem 2000 tavaszán a cseresznyefákat Washingtonba virágozni. De akkor láttad. Akkor láttam. Hát meg azóta még egy párszor láttam, tehát amikor tudom, akkor igyekszek lemenni, igen. Tudnod kell, hogy honnan indultál, legalábbis itt Amerikán belül. És anyudék mit szóltak meg a környezeted, meg a nővéred, meg ismerőseid, barátaid, hogy hú, Judit, akkor te jó nagy fába vágod a fejszédet, mert azért Amerikába kijönni azért az egy távolság. Már Angliába kimenni is. Már akkor is. Még, mert ugye én kimentem 94-be, tehát nem sokkal a kommunizmus után, ahogy lement ugye a vasfüggöny, és hát már akkor... olyan messzire elmenni azért. Elmentem egy évre, és 2 év múlva jöttem haza. Jó, mentem haza látogatni, de hát azért volt már ez a ideje most már, hogy hazagyere. Úgyhogy ahhoz képest itt Amerikában már túl teljesítettem azt az időszakot. Azt a normát, amit elvárnak tőled. Igen. Na de ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy anyu szoknyája mellől, meg mögött, meg ott, tehát valami csak dolgozott benned, hogy el kell indulnod. Tehát, hogy nagyon szeretett szüleidet, gondolom, mindenkit a környezetedben, de azért valami mozgulódott benned, hogy fú, akkor nekem ezt most meg kell lépni. Mert oké, hogy a cseresznyefák, azt látasz máshol is, de hogy valamilyen kitörésszerű dolog lehet esetleg? Most már értem, akkor még nem értettem, hogy mi volt ez a megyek. Most az itt a reklám helye is lehet, de itt Amerikában én elkezdtem egy metafizikai és szellemtudományi iskolát, és az nekem nagyon sokat segített, hogy megértsem a dolgokat a világ rendjébe. Na, mesélj! Hát ugye minden kulisszatitkot nem mondhatok el, de mi úgy tanultuk, hogy amikor már ott azon a részen nem tudsz mit tanulni, tehát a föld anya, aki téged fogadott, mikor leszülettél, már nem tud mit adni, akkor az embernek jön egy ilyen késztetés, hogy el kell induljak. Uh-huh. És ha nem is tudod, hogy merre vagy hova, mert mehettem volna bárhova, világon, máshova, de az ott legbelül úgy ezzel lekommunikálják, megsukják a füledbe, hogy na akkor te most hova akarja menni. Vagy ott tesznek egy rózsaszín képeslapot, képes, tudod. A jeleket, amiket igen. Észre kell venned. Igen. Azért most ugrok egy nagyot, de csak utána visszaugrunk, ugyanis te egy olyan dokumentumfilmet készítettél, ami az őslakosokkal, az indiánokkal foglalkozik, és megnéztem, mondom, az interjúdat, meg elolvastam egy pár dolgot, és azért nagyon-nagyon mélyen vagy te benne ebben az indiános dologban. Számomra, és nem akarom parodizálni, számomra ugye a Vénetús filmek mindent, de ettől függetlenül hiszek abban, ugye a sámánokban, meg ebben az indián kultúrában, még hogyha nem is vizsgálom és nem követem őket, de hogy meg ugye említetted, hogy elvégezted ezt az iskolát, és akkor most már megértetted a dolgokat. És akkor most visszaugrunk, vagy legalábbis sejtek. Valamennyit, igen. Sejtjük. És akkor visszaugrunk most abba az időszakba, ugye megvan a képeslap, akkor te meg akarod nézni, de anyudéknak mi volt az első reakciója? Hát
Most Amerikára gondolok, tehát Angliából visszamentél, és utána bejelented a vacsora közben, hogy anya, hát nagyon szeretlek benneteket, de most Amerika. Hát az az igazság, hogy én 8 éves voltam, mikor a szüleim elváltak, tehát én az anyukámmal úgymond nőttem fel, de apukám is közel volt, meg minden második hétvégén, meg nyári szünet, meg ilyenek. És azt, hogy mivel anyukám dolgozott, apukám elment korán nyugdíjba, és ő vett egy farmházat állatokkal. Tehát neki köszönhetem azt, hogy megtanultam azt a, úgymond azt a paraszt tudást, uh-huh. amit a otthon a falusiak ugye végeznek, és nekem ez nagyon sokat segített abban, hogy... Túléld itt a dolgokat. Nem csak az, hanem inkább most abban, hogy az indiánokkal jobban meg tudom találni uh-huh. a kapcsolatot, mivel hogy nekik is megvan az a kapcsolat a természettel, meg a földdel, és tehát ugye én nem vagyok belebújva a kütyükbe állandóan, ugye telefon, meg iPad, meg nem tudom, hanem akár akkor kimegyek virágot ültetni, vagy zöldséget, vagy nem tudom. Uh-huh. Hát őszintén, mikor legelőször kijöttem, hogy hát tudták, hogy akarok jönni és cseresznyefákat nézni, aztán azt nem tudták, ugye, meg én sem, hogy de majd hazamentem, vissza akarok majd ismét jönni, meg aztán megint vissza akarok jönni, és aztán úgy döntöttem, mikor itt voltam, hogy mivel én otthon nem jártam főiskolára, tehát nincs otthon diplomám, nem tartoztam a nagyon jó tanulók közé, hogy akkor megpróbálom itt. És legnagyobb meglepetésemre fölvették. És akkor döntöttem úgy, hogy jó, és akkor kicseréltem a vízumomat tanulóvízumra, és akkor elkezdtem tanulni. És őszintén én még a mai napig tanulok, tehát még mindig, most már nem tudom, 5. diplomáért megyek, de még mindig. Aha. Még mindig hajt valami. Még keresel mindig valamit? Igen, próbálom az összefüggéseket. Nekem nagyon sokat segített a metafizika iskola, meg az indiánoknak a spiritualitása, hogy úgy összehozzam a dolgokat. Most például csak így, hogy beleugrunk a jelenbe is, az iskolába, ahol járok, a Community College-ba, ott elkezdtem szervezni különböző részlegekkel egy Indigenous Day. Tehát Columbus nap helyett október 10-e indián nap lesz az uh-huh. iskolában. Uh-huh. De jó. Említette az egyik interjúban egy nagyon jót, hogy ugye a különböző indián nyelveken belül ugye nagyon sok kifejezés, például a computer, a repülő, nincs benne. Hát nincs. Ő nekik honnan lenne, hát ugye éltik a kis életüket. És most az jutott eszembe, hogy ugye én is, hogy középiskolában jártam, a tanárom mindig azt mondta, hogy józan paraszt észre gondolkoz. És lehet, hogy vissza lehet tényleg vezetni a dolgokat erre, hogy józan paraszt, tök egyszerűen képzeld el a dolgokat, és lehet, hogy az indiánok nem az, hogy egyszerűen képzelik el, csak hát ugye az ő valóságuk, ugye az teljesen más, nem nincs komputer, repülő, meg akármicsoda, meg klíma, meg minden, ők elintézik magukban, hogy lehűtik saját magukat, például, hogyha ezt a példát hozhatom. De az a dolog, ahogy még mindig élnek, és még mindig föntartják magukat, és léteznek, vannak, tehát azért az se piskóta, nem? Egyáltalán nem, és még azok, akik itt laknak a keleti parton, még sokkal jobb helyzetben vannak, mint akik ugye már, ahogy mondják, a Mississippin túl, mert amikor 100-200 évvel ezelőtt ugye áttelepítették őket, hogy nem élhetnek itt a keleti parton, berakták őket olyan helyre, ahol nem terem meg semmi szinte, uh-huh. tehát nehéz fenntartani magukat. Én kétszer voltam Dél-Dakotába, a Pine Ridge Indian Reservátumban, meg most megyek, meg én is már alig várom. Fájó szívvel, de alig várom, tehát náluk teljesen más a helyzet, mint hogyha mondjuk itt bemész egy, úgymond, itt a keleti parton nincs is nagyon úgy rezervátum, még ha van is, de nem úgy laknak benne, mint hogyha bemész mondjuk ott a Mississippi túloldalán, és látod azt a szegénységet. Uh-huh. De még most ne ugorjunk bele. Jó. Tehát akkor ugye hazamentél, vissza-haza, elkezdted itt az iskolát, minden, és uh-huh. azért feszegettem, hogy a te szüleid, vagy a te anyukád például, uh-huh. hogy mozdult erre a történetre, mert az enyém még akkor élt, nagyon rosszul. Tehát ő nehezen viselte azt, hogy a egyetlen kisfia szinte lelépett ide Amerikába, vagy föllépett, vagy oldalra lépett, de nekem nagyon nehéz volt megmagyarázni neki, hogy én miért jöttem ide, hogy miért volt bennem ez a késztetés, hogy már pedig ide.
én is voltam Angliában, meg számos országban, de valahogy azt éreztem mindig, hogy nekem ide kell meg, ezt a nagy pocsolyát át kell lépnem, és nekem itt kell lenni. Nem tudom miért. Biztos kaptam jeleket, csak nem foglalkoztam vele. Hát amikor utoljára jöttem, mielőtt kicseréltem ugye a vízumomat, akkor emlékszem, hogy egy haverom vitt ki a reptérre, aki azt mondta, hogy majd 3 év múlva találkozunk, és az anyukám ott lehidalt, hogy nem jössz haza 3 hét múlva? Életem. És hát életem a legnehezebb repülő útja volt, mert úgy ott hagyni az édesanyámat, hogy ott sokban tulajdonképpen. És mondtam neki, hogy hát nem tudom ma mi, hát majd meglátjuk, hogy mint és hogy. És hát azóta jó pár év eltelt sajnos, de nagyon örülök és hálás vagyok azért, hogy itt volt minden ballagásomon. Tehát kijött 3 hónapra minden alkalommal, amikor ballagtam. A kislányomban. Hová? Hogy hívják anyukádat? Ani néni. Ani néni. Hova mész? Hát megyek, a kislányom ballag már megint. Tehát hova ballag? Hát és anyukám 80 éves volt, amikor utoljára itt volt a ballagásom. Drágám, de aranyos. Ezt a hatalmas nagy utat bevállalni, mert azért tegyük hozzá, hogy a repülőn a 8-9 óra az alap, hogyha átszállása még több, és azért már, amikor nem fiatal annyira az ember, meg hát fiatalon is, tehát egy-két embert kiüt azért rendesen. Nem, ugye az időátállás is, ugye ez a 6 óra eltolódás, ez állandóan bonyolult megmagyarázni az otthoniaknak. Hát miért? Itt már délután 1 van, de hát itt még nálunk nagyon korán. Igen, az az igazság, hogy valaki meg is kérdezte a nővéremtől a városból, hogy nem láttam anyukádat egy ideje, hogy minden rendben. Kiment húgomhoz Amerikába. Nővéred volt már itt? Nem, ő nem akar? Nem akarja. Életem, ő azt mondta, hogy nem akarja Amerikát. Gyere haza, hogyha akarsz valamit, nem? Igen, nem kér belőle. Na, akkor indiános dolog. Ez honnan jött neked? Tehát otthon is azért csináltál egy-két dolgot? Segítettél embereken? Hát, mondom, egy kisvárosból, kisfaluból jöttem, tehát nekünk a közösségi élet az úgymond normális volt, hétköznapi dolog. De iskolába és gimnáziumba is úgy, hova megyünk, Judit hozi, jó, hát akkor gyertek. De az indiánok az, megmondom őszintén, hogy mi a legjobb szó, egy ilyen poszter vagy flyer volt kirakva az egyetemen, a fali újságra. És mentem a folyoson, és az volt a kérdés rajta, hogy akarod a tavaszi szünetet egy indián rezervátumba tölteni? És mondta, hogy persze. Hát ez is jel volt akkor, és ez nem? volt, tehát az, hogy kirakták oda, ezzel kezdődött, igen, ezzel a plakáttal ott a fali újságon. Ez mekkora. És akkor bementem. És gondolom, a többi tanuló az elment simán mellette, lehet, hogy egy-kettő ránézett. Ugyan 50-en jelentkeztünk, azt hiszem, és 10 embert választottak ki, plusz jött a dín, meg egy történelem tanár, meg még egy ájtekes személy. Úgyhogy mentünk 15-en, azt hiszem összesen. És bementem a Dean's Office-ba, hogy mondom, akkor de mi kell ehhez? Hát csak töltsd ki a lapot, de a lapon az volt, hogy mi a hobbid, mit szeretsz csinálni, mibe vagy jól, mi az érdeklődésed. De mondom, és mit kell csinálni, mert akkor az ember ugye úgy variálja a válaszokat. És mondták, hogy hát még nem tudjuk. Úgyhogy leírtam, hogy szeretek óvodába, és tanítottam a magyar óvodába New Brunswickon egy pár évet, hogy szeretek gyerekekkel foglalkozni, de szeretem a művészetet, fotós is vagyok, meg tudom használni a fúrógépet és a kalapácsot, tehát mindent oda tettem, hogy mert nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. És akkor kiválasztották azt a 10 embert, és hát ugye én már akkor ugye 30 fölött voltam, és akkor mentem ezzel a 20 éves csapattal, igen, és egy nagyon jó csapat jött össze. Tehát tényleg jól összeválogatták. Mit csináltunk? Takarítottuk a temetőt, kitakarítottunk egy templomot a préri közepén, tehát úgy, hogy tényleg mérföldekre nincs egy ház sem. Akkor fát vágtunk, kifestettünk egy lakókocsit egy néninek, mármint egy lakóautót, amiben ugye élnek, egy nagymamának, akinek nem volt, csak egy unokája, aki bent lakásos iskolában volt. De ezeket a dolgokat valaki fölkutatta, utána ment? Van egy
hát úgy hívjuk, hogy egy sister, de tulajdonképpen ilyen apáca ruhába jár, és ő az, aki lekoordinálta az iskola, meg a helyiek között, hogy mit lehetne, mit kellene, mibe tudunk segíteni, iskolát mentünk látogatni, hogy milyen ott a tanítási rendszer, milyen a felkészültségünk, uh-huh. mit tanítanak. Jó volt látni, hogy most már visszahozzák a nyelvet, tehát iskolában is tanítják neki, mert nagyon sok gyerek, ugye a bentlakásos iskolák következtében a szülők már nem beszélik a nyelvet, és ez úgy azért jó volt. De amikor, oké, felszálltok, mivel mentetek repülővel? Felszálltok a repülőre, ott vagytok 15-en, ugye itt New York-i körülmények között bemegyünk a kis ABC, nagy ABC, nagy bevásárlóközpont bevásárlóz, de amikor ott letesznek benneteket, főleg egy ilyen része, hogy a templom a semmi közepén is le is van pukkalva, tehát ott nincs kis ABC. Még odáig nem is tettek le minket, először ugye leszálltunk Rapid City, ami egy pici repülőtér, béreltünk egy vent, amiben 15 ember elfér. Igen, ám, de kiderült, hogy mi elférünk, csak a csomagok nem. Az első dolog, amit meg kell oldani. Az első dolog, igen, úgyhogy akkor először elment a srác, aki hozta az autót, és hozott még egy utánfutót, ami ilyen zárt doboz volt a csomagoknak. Utána, mielőtt kijöttünk a városból, elmentünk egy bevásárlóközpontba, ahol bevásároltunk, mert a templomnak, tehát ahol ez az apáca lakik, és van egy templom, meg van két ilyen ebédlő rész, ott szálltunk mi meg, tehát vittünk hálózsákot, felfújható matracot, és hát bevásároltuk az étellel, mert konyhánk volt, hűtünk volt, tehát tudtunk ott főzni, és akkor az volt a főhadiszállás, úgymond, és onnan mentünk ki. De ez az apáca, ő hogy került oda? Tehát a semmi közepére. Van gondolom neki is egy felettese, és mondták, igen, hogy ott kell teljesítsd a szolgálatodat, de egy kicsit le van pukkanva a helyiség, ezt valahogy föl kellene újítani, szervezd meg, hogy pénz nélkül, de legyen azért tiszta, valahogy így zajlódott? Én nem tudom, hogy az ő beosztásába ez hogy jön bele, de azt tudom, hogy rajtunk kívül másik iskolák, egyetemek, mikor mi ott voltunk, volt Michiganből is egy egyetem ott, ők is voltak 15-en körülbelül diákok. Tehát jönnek emberek ilyen service munkára, ilyen önkéntes munkára, és ő ezt koordinálja azon kívül, hogy viszi a templomnak a dolgait, hogy ő hogy került oda, meg ez neki, azt én pontosan nem tudom. De azt tudom, hogy mi úgy kerültünk oda, hogy a dean valamikor, amikor ő járt iskolába, akkor őt is elvitték. Ő is volt egy ilyen service projecten, és nagyon nem erőltette, nem szerette volna azt, hogyha az iskola ezt visszahozza. Na most ugye a semmi a préri közepén ott van egy templom, ott van egy nővér, de kik járnak oda? Na most mi nem abban a templomban voltunk, ami kint volt a préri közepén, hanem bent oglalában a város közepén. Ott van egy templom, ott van ez a két ebédlő rész, ahol mi megszálltunk meg a másik iskola. Ja, és onnan jártatok ki. És onnan jártunk ki, igen, ide-oda, amoda. És azzal mi cél volt, ami ott kint van a préri közepén? Hogy egyszer majd ott köré épül valami falu, város? Volt egy, hát volt két kinti WC, meg volt egy bódé építve, amiben úgy összejöttek, összeültek kint az emberek. De aztán az olyan állapotban volt, úgyhogy az egyik projektünk az volt, ezt le kellett bontani. Tehát az szét lett szedve. Hogy milyen gyakran, vagy mikor jártok oda, hát a pókhálók, meg amiket összesöpörtünk, megszedtünk, meg mi az... Elég ritkán. Elég jó pár éve összegyűlt dolog volt, úgyhogy... De ezek kőépületek? Igen. Vá, akkor annak nagyon jó értéke van. Most nem anyagi szempontból, hát hanem... Úgy kő vagy fa, ugyanúgy van benne biztos. De jó. És akkor azt mikor építették? Ez 100 éve? 150? Hát minimum. Nem tudom. Azért megnézném, hogy biztos vannak ott is olyan kincsek, ami jó, nem anyagilag, de hogy akár egy szobor, egy kép, vagy bármi. Uff. Figyelj, hát... Attila, nyugodtan te is elmehetsz egy pár hét múlva. Én is, persze, föl van adva. Mi Pennsylvania nem tudunk elküldeni, szóval. Dakotába esetleg. Ja. Esetleg lehet oda. De lehet, hogy egyébként pont nekem is az kellene. Meg lehet, hogy pont azért jöttél most vendégnek, hogy kapjak én is egy jelet, hogy ne foglalkozok már fehérekkel. Itt vannak az indiánok. Tegnap is kaptam egy jelet, hogy például a latinókkal kell foglalkoznom, ővelük kell kontaktolnom, mert azt hiszik mindig, hogy én is latinó vagyok, és spanyolul beszélnek hozzám. Hiába mondom nekik, hogy még magyarul se, nem, hogy spanyolul, és kész. Ettől függetlenül abszolút nem zavarja őket,
spanyolul nyomják. Tudom, mit akarok kérdezni. Szerintem nincs, te nem érzel hasonlóságot a honfoglaló magyar nomád életmód között és az indiánok életmódja között? Egy valamennyire? Nem csak nem érzek, hanem biztos vagyok benne, mert hogy én erről írtam még eszét is, tehát mióta elmentem Dakotába, azóta az összes iskolába bármilyen tantárgy, ha belefért az indián téma, akkor teljesen legyen egy kommunikációfilm, akármi, akkor ez mindig indiánról szól. Tehát az összes osztálytársam tudta, hogy na Judit, akkor jó, akkor indián. De többen mondták, hogy sokkal többet, tehát tanultak meg, tudtak meg az indiánokról, amit valaha az életben eddig megtanultak. És én írtam is erről például egy eszét is írtam valamelyik órára, mert nem emlékszem, hogy nagyon sok párhuzamos dolgot, igen, ugyanúgy a történelmükben is, hogy a nyelveket, az ő nyelvüket, a miénket is, hogy el akarták venni. A honfoglalás is, a kultúrájuk, nagyon sok minden van, ami igenis, hogy hasonló. Tudom, mint így hirtelen így eszembe jutott például a ló és a nyíl, mert ugyanúgy íjasztak, és pont erről figyelek egy-két ilyen dokumentumot, hogy ők is nagyon gyorsan tudták húzni az íjat, és nem úgy volt, hogy a hátul volt a tobozba, vagy hogy mondják, tegezbe. Tegez nyugodtan. Te szemét. Hogy nem a tegezbe voltak az íjak, hanem a kezüknél tartották, és így mutatok, olyan gyorsan tudták lőni, hogy ez csak... és itt jönnek a magyarok is, hogy ugyanez volt, hogy a magyaroknak is, hogy az Isten ments meg a magyarok nyilaitól, ugye már? Igen. Szóval. Péter, ezt oda tetted. Ez egy jó kérdés volt, igen. Mármint a többi is, bocsánat. Ki is mehetek, beszélgessetek. Nem, egyébként másik dolog, meg azt figyeltő meg, hogy legalábbis az én régióban, ahol én születtem, ott lent az Alföldön, ott nagyon sok embernek, mint például nekem is, ugye rövidebb a lábam, és azt mondják, hogy ez valószínűleg azért van, mert ugye a genetikailag ugye a lovagláshoz nem kellett hosszú láb, hanem egyszerűen, és az indiánoknál is ugyanezt figyelhető meg, hogyha itt látok egy-két indiánt, tételezzük fel, hogy én fölismerem, hogy indián, és mondjuk nem valami mexikói, vagy bárki, hogy őnek is egy kicsit olyan rövidebb a lábuk, és kicsit olyan ószerű történet, és ez azt mondják azért van, hogy a lovas dolgok miatt, mert ugye hát kénytelenek voltak távolságokat megtenni, hogy a gyalog is mehettek volna, de soha nem érnek oda helyett, ugye ott volt maga a ló. Ami egyébként ugye Amerikában, nem is tudom, hogy mikor lett honos, mert ugye voltak vadlovak meg minden, de azokat is ugye hozták állítólag, és azért terjedtek el. De most az indiánok, ez a lényeg. Tehát ott vagytok a templomban, megcsináltátok, kitakarítottátok, és elindul a te benned, a kis lelkedben, a fejedben az egész indiános történet, aminek ugye az lesz a vége, illetve még nincs vége, csak folyamata, hogy te készítesz egy dokumentumfilmet jó pár éven keresztül, ugye? Azt még akkor nem is volt az eszembe. Akkor nem volt, csak nem. Hogy most. És, ja igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi volt a következő lépésed? Ugye innen visszajöttök, és akkor így azt mondod, hogy fú, megtaláltam, amit zárójelbe kerestem? Nem, ez úgy volt, hogy én felajánlottam az iskolának, mivel akkor tanultam pont film szakon, hogy akkor én dokumentálnám ezt a hetet. Ja, értem. Ha már egyszer megyünk, mert azért ez egy olyan dolog volt, gondolom nem csak nekem, hanem a többieknek is, hogy ezt úgy jó volt emlékbe foglalni, meg szerette volna Dín, hogyha ez tovább folytatódik, ez a projekt minden évben megismétlődne, hogy tudjon vinni csoportot, és akkor ez egy jó példa lett volna, hogy itt a film megnézi akihez szól és illetékes. Ez jó ötlet. Uh-huh. És akkor így kezdődött, hogy én akkor, ahol lehetett, akkor én ott filmeztem, meg fényképeztem, és dokumentáltam azt a hetet nekünk. És akkor abból még nem volt az a gondolatom, hogy ebből egyszer film lesz. Viszont engem nagyon megfogott lelkileg az, amit ott láttam, az a szegénység, az, ahogy az emberek élnek. Volt egy lány, aki elfelejtett fogkrémet hozni. Nem volt fogkrém a boltban. Uh-huh. Tehát nem az, hogy majd hozzák az árut, mert egy hétig ott voltunk, nem volt fogkrém. Úgyhogy én adtam neki fogkrémet, nem. Uh-huh. És azt mondtam, hogy valamit muszáj csinálni. Tehát, hogy az emberek, nagyon sok amerikai itt él, és azt se tudja, hogy mondjuk mi van Afrikában, vagy a világ másik végén, de nem tudja, hogy mi van itt, ebben az országban. És akkor jött egy gondolat, hogy hát akkor
kellene egy filmet csinálni. És mivel én Dakotában voltam, én úgy gondoltam, hogy akkor rákoncentrálok a lakotákra. És akkor volt New Jersey-be, New Brunswick-on az első Raritan Power, amire elmentem, és úgy mentem be, hogy meg tudják mondani, hogy van itt lakota indián? Mert hát mindenki be van öltözve, meg nem tudom, és akkor mondták, hogy hát nem tudják. Bementem az első sátorba, ott azt mondta a hölgy, hogy menjek 3 sátorral lejjebb. Nem jó. És hogy mentem 3 sátorral lejjebb, pont bemondta a mikrofonba, aki vezette a pávát, hogy és akkor XY, Dakota, indián, ez is, akkor nem Lakota, de Dakota, nem, az is jó lesz. Mondom, hogy fogom ebbe attól meg megtalálni, hogy melyik ez a gyerek, vagy melyik ez az ember, mert férfi neve volt. És akkor bemegyek a 3. sátorba, fölteszem a kérdésemet, és azt mondja nekem az ember, hogy hát Lakotát nem tudok, de a keresztfiam XY az Dakota. Hát mondom, akkor ezt gyorsan megtaláltuk. És onnantól kezdve úgy éreztem, hogy tényleg, tehát oda tették az utamba, és utána jött egy mohak, jött egy cseroké, jött egy abenáki, jött egy nem tudom, és azt mondtam, hogy itt van ez az ember, aki hajlandó leülni elém, egy kamera elé, és beszélni velem, hát most nekem aztán nem, tök mindegy, hogy nem Lakota, mindegy, indián, neki is van tudása, amit át tudna adni, és akkor elkezdtem. De viszont utána már akkora hatalmas lett ez a projekt, hogy ezt csak forgattam, és már utána már én tartottam attól, hogy úristen, és ezt össze kell vágjam egy nap. És akkor jött a pandemik. És amikor az ember otthon ül hetek meg hónapok óta, és már nagyon unja ezt az egészet, akkor van az, hogy na jó, akkor most leülök. És hálaadás volt az, mert ugye nem tudtam fölmenni a rokonaimhoz se, akik Connecticutben élnek, már ugye senki sehova. Leültem hálaadás napján, elkezdtem vágni, és szilveszterkor. De várj. És azt meséld el azt a pillanatot, amikor odaülsz a géped elé, ugye gondolom fájl, csak én nem értek hozzá, ilyen fájlokban van, és megnézed, és mekkora volt ez a méret? Tehát hány évig forgattad? Hát majdnem 8-7. Hát, hogyha... Jó, de nem minden nap, szóval azért, nem minden nap, de mondjuk egy évben 100 napot forgattál, ott elindult a beszélgetés, tehát hogyha 100-szor beszorozzuk, a 1 óra biztos, hogy volt. Jó, hát 100-at azért nem forgattam, mert sajnos annyi indiánnal nem találkoztam, aki annyi... De mondjál már körülbelül van. Számot, hogy mennyi volt ott előtted. Mert azért azt végig kell nézned még egyszer. Azért, azt még tud, sokszor, igen. És igen, hogy tudd, hogy mit kell kivágni, hú, ez itt nem jó, ezt itt kivágom, hú, ez itt megmarad. De most azt elmondom, hogy amikor a mesterdiplomámért mentem filmszakon, akkor én ezt szerettem volna a diplomamunkámnak. És akkor nem az egészet, úgy valamennyit odaadtam a professzornak, így belenézett, és azt mondta, hogy ebből nem lesz film. Na, miért? Mert azt mondta, hogy ugye ezek csak ilyen különálló interjúk, ami magában jó, de hogy rakod össze? Hogy nem lehet összerakni, és mondta, hogy nincs semmi összekötő, és ebből nem lesz film. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor vizsgázok, mert nekem nem mondja meg senki, hogy hogy vágjam össze. És... Hát de a vágásod nagyon jól sikerült, mert több filmfesztiválon ott vagy. Tehát és, 13 volt tavaly. 13 filmfesztivál befogadta a filmet, nagy valószínűséggel, sőt biztos, megnézték, és azt mondták, hogy na ez érdemes arra, hogy itt legyen. Akkor hozz be, légy szíves, Judit. És akkor te beadt, igen. És volt 2, akiktől e-mailt kaptam. Nem én neveztem be, hanem e-mailt kaptam, hogy ők szeretnék. 90%-ot elengedtek nevezési díjból, csak 10%-ért, de igen, a Spanyolországban a Marbályai Filmfesztivál, meg Oszaka, Japánban. Csak adjam be a filmet, mert ők szeretnék. Nem mond, ez zseniális. Az annyira meghatott, hogy... Hát elhiszem, hát viccelsz. 3-szor elolvastam az e-mailt, hogy biztos jól értem. Hát főleg, hogyha azt nézed a spanyoloknál, tehát őnekik azért valami kötődésük van, már nem törzsileg vagy akárhogy, de hát ugye nagyon sok spanyol itt van, és akkor ők azt mondják neked, hogy azt írják, hogy figyelj, 90%-a ugrik, 10%-ot fizesd be, és itt kell, hogy legyen a film, akkor valamit letettél az asztalra, ez jó?
Igen, meg az, hogy a professzorod azt mondta, hogy ezt nem lehet összegyúrni, tehát ebből nem lesz semmi, és mégis azt mondtad, hogy jó, akkor vizsgázott tantárgyakból, gondolom, ilyen plusz dolgot kaptál, abból megcsináltad a vizsgát, de közben a saját kis fiam, ez tetszik, ez ügyes. Viszont nem szabad, hogy kihagyjam. Volt egy ember, aki nagyon sokat segített nekem. Nem, tehát egy pár mondattal, tanácsokkal, aki szintén dokumentumfilmeket forgat Erdélyben. Ő a metafizika iskolának az egyik tanára volt. Mondd el a nevét. Simonfi Katalinnak hívják. És ő mikor jött tanítani hozzánk, nekem az iskola alapítója, Szabó Katalin annyit mondott, hogy ó, hát majd a Katival jól ellesztek. Nem jó. És akkor nem tudtam, hogy miért. De most a Kati ugye jött tanítani Amerikába, ment Panamába, Kosztarikára, és beállít egy olyan sportáskával, amilyen nagy, de többen az üres részt, mint a tele. És nézek rá, hogy mondom, ennyi az összes cuccod, vagy hol a több, és mondta, hogy jaj, hát azt mondja, 30 év forgatás után már nagyon keveset szoktam bepakolni, már nem cipelek sok mindent. Na, milyen forgatás? Mert hogy azt nem mondta senki, hogy ő dokumentumfilmkészítő otthon ja, meg. Ja, értem. És akkor mi tényleg sokat beszélgettünk, és mondtam, hogy hol vagyok elakadva, hogy akkor ebből hogy lesz film, és ő nagyon sok olyan ötletet adott, ami, hogy hát ez tök jó, akkor talán ezt megpróbálom, és akkor még elkezdtem hozzáforgatni. Még a meglévő anyaghoz. Igen, de nem az interjút, hanem a köztes részt, igen, ami összefogja, igen, a, igen, az interjúkat, és úgyhogy elesők neki azért, igen. Milyen hosszú a film? 1 óra 58 perc. 1 óra 58, nézhető. Hát de most komolyan, igen, mondom, mert ha azt mondod, hogy 4 óra 16, ja, hát az 4 szocsi, zacsi, meg 5 sör, az sok. De hogyha, és amit láttam veled interjút, akkor még nem volt publikus a film, tehát nem tudtad föltenni online, meg most hogy áll a helyzet? Végigment már az összes fesztiválon, vagy még mindig van? Még, most sem, még van egy Svédországban, honnan még nem kaptam visszajelzést, hogy bekerült, vagy nem. Ez majd most lesz augusztusban. Illetve még azért sem publikus, mert Magyarországon az egyik tévécsatornával állok jelenleg beszélgetés szinten, hogy meglátjuk. De jó, zseniális. Úgyhogy dolgozom a magyar fordításon, ami majd időkérdése lesz. És hogy a Japánban hogy fogadták? Japánban tehát fődíjra nevezték. Nem nyert, de fődíjra lett nevezve. Hát az nagyon nagy dolog. Hát Oscarra neveznek, és nem te nyered meg, azért csak ott volt az első ötben. Igen. Azért az nem piskolta. De jó, és Spanyolországban? Várjál. Mert azért kapott még máshol is díjakat, most egy hirtelen. Ott is bekerült valami semifinalist, tehát ilyen negyed döntős volt, azt hiszem. Sőt, Svédországban is volt egy helyen negyed döntős, meg egy kudos díjat nyert a Doctors Without Borders fesztiválon, illetve egy bronz díjat kapott Atlantába a Dokumentumfilm Fesztiválon. De jó. Volt-e visszajelzés esetleg indiánoktól, hogy látták, és azt mondták, hogy köszönjük. Hát akikkel beszéltem, akik mondjuk benne vannak a filmben, vagy ismerőseim, és nincsenek benne a filmben, ők hálásak érte, köszönik szépen. Nem, még van olyan, aki még nem látta a filmet, tehát olyan is, aki benne van is, még nem látta a filmet. És hát majd ez változik akkor, amikor publikus lesz a film. És de azoknak az indiánoknak, akik ott élnek sajnos olyan körülmények között, elviszel egy laptopot, meg gondolom nem tudod elküldeni csatolt fájban. 9 gigabájtos, úgyhogy nem nagyon tudom. Hogy akkor elviszed nekik, és akkor laptop hát elé most, leültök, és ping. Most például, ami a pólómon is van, az Oglala lakott a college, gondoltam, hogy őket megkérdezem, hogy kicsit, bocs, de húzd ki magam. Vagy az én technikai hihetetlen nem létező nem baj, érzéken. Nem baj, tehát foglal a lakot a college. Aha. Opa. Semmi baj. Igen. Őket akarom megkérdezni, amikor megyek majd vissza, hogy esetleg ők, ha tudnának adni egy termet és biztosítani. Ja, és akkor bemutatnád a film. Az jó. Igen. De hogy fogadnak téged az indiánok egyébként? Nem kérdezik meg, hogy te miért foglalkozol így ennyire velünk? Ezt a kérdést még tőlük nem kaptam meg. Tehát ez még így nem akkor jött. Akkor az én buta fehér agyammal. Nem, tehát ez nem, hogy
hogy miért, hanem inkább tényleg megköszönik azt, hogy, hogy van olyan fehér ember, aki, aki egyáltalán foglalkozik. Észrevesz bennünket, igen, hogy igen. Mi itt vagyunk, mi itt is születtünk, tehát nem tudom, miről beszéltek, hogy ti jöttek ide hozzánk, és akkor el vagyunk. Ez érdekes. Nagyon jó barátságot alakítottam ki egy mohak indiánnal, és ő 3 éve jött velem, átvezettünk Dakotába, ugyanígy vittem adományokat egy kocsival, és még neki is, tehát még neki is egy tapasztalás volt az az út. A mohok, azok itt nem vannak Carolina környékén, nem? Nem, az a Cherokee. A Cherokee? Ők fönt vannak, hát több helyen is vannak, de főleg a kanadai határnál, Upstate New York. Azért, én azért gondoltam, hogy most nézzünk egy sorozatot a Netflixen, és abban az egyik fehér ember elment Mohawk indiánnak, és ők North Carolina-ban vannak, de gondolom akkor a Kanadában, és akkor onnan jött le vissza, mert a Cherokee-k voltak, igen, mert emlékszem, Cherokee-k voltak. Péter rendezél, gondolom. Nem, mert ott... Ja. Hány fajta indián törzs létezik, vagy... Most igen. Jelenleg 4-500. 4-500? Ami kormány által elismert. Ja, kormány által elismert. 470 vagy 570. Fú, és hányan lehetnek körülbelül? Összesen 2-3 millió? Hát ezt nem tudom. Tehát ezt meg kell nézni, uh-huh. Statisztikát, ezt így uh-huh. nem tudom megmondani. Az fantasztikus. Ha az ember túllép azon a Európában születtem, és néztem a Winnetous filmeket. Én mindig indián voltam egyébként, soha nem voltam cowboy, az a többiek csinálták. Én indiában, mert azt tetszett benne, hogy mert egy pisztoly, egy puska, az nekem kötöttség, de ők a kis tomahawk, meg a nyíllal, mindent ugráltak a hegyeken ide-oda, és az nekem nagyon tetszett. Na mindegy, hogy mit is akartam kérdezni? Ja igen, hogy többfajta indián létezik, és ők tudnak egymásról? Ők tudnak egymásról, persze. Ami változott a történelem folyamán, és nagyon jó az, hogy amikor régebben ugye ők ellenségek voltak, most már azért elég jó összetartanak. Ja, tényleg, hát nagy háborúk voltak, uh-huh. meg mi... Igen, az indián háborúk. De például, amikor voltam Dakotában mohak ismerősömmel, és akkor mondtam, hogy jó, szeretnék elmenni Montanába, mert Montana olyan szép, és azt mondta, hogy oda nem megyek, mert az Crow terület. Mondom, még mindig? Mondom, ne csináld már. És mindig nem, van? Oda nem megy. Tehát még mindig bennük van az, hogy mi volt igen régen. Lehet hülyeséget kérdezek, de tehát az indiánoknak jellezetes arcukon vonásaik vannak. A különböző törzseknek is gondolom különböző jelzéseik vannak, de a hajuk az érdekel nagyon, hogy ugye én, amiket láttam, ugye filmeket, dokumentumfilm, mindenki hosszú, meg van olyan indián törzs, akinek föl van borotválva oldalt, itt fönt hosszabb, hogy ezek még mindig megvan. Ezért a neve mohawk. Jó, igen, de... mondjuk, amikor őt megismertem, kopasz volt, szóval nem is volt. Tehát le volt borotválva, nem volt haja. Szerintem ez ma már, főleg azért, mert azért nagyon sokuk még keveredett is, ugye, tehát nem mindegyik indián, most már ugye 100% indián. Amikor elmentünk Dakotába, akkor őtől is megkérdezték. Te indián vagy? Are you native? És akkor néztem, hogy most komolyan, mert ha még engem kérdeznek meg tőle. Igen, és a lakotom megkérdeztem a mohaktól, hogy gyanús volt neki, de nem volt benne biztos. Jézusom. Tehát ma már nem annyira szembeötlő, hogy ki melyik törzsből jött arcvonás alapján, mint ugye régebben volt, mert ugye benne van a fehér embernek ugye a keveredése, illetve feketékből is ugye van belekeveredés. De különben nem kell olyan messzire menni, mert Magyarország sokkal kisebb, mint Amerika, és ott is különböző népviseletek vannak, tudod, vannak egészen más, sőt, még a néptáncok is mások, szóval persze ugyanígy vannak itt is az indiánok, csak Magyarországon nincs annyi, mint itt, hogy itt az a 500 különböző törzs. Igen, csak bennem az a kép van, hogy itt van Amerika, egy ekkora kör, tudod, és úgy képzelem el, hogy itt is egy indián törzs, itt is összejön az 500, lehet, hogy régebben még többen, és ugye, hogy háborúztak is egymással, de gondolom nem terület miatt háborúztak egymás területek miatt. Hát amiatt is, igen. Meg gondolom az... Mert például azok, akik fönt laknak, ugye úgy mondják, hogy a Plain Indians, akik a sztyeppéken élnek ott Dakotába, ugye ők vándoroltak.
Tehát ők a tipit szétszették, és mentek, amerre a Buffalo a bölény ment. Uh-huh, igen, ezt tehát az élelem miatt, uh-huh. Igen. Uh-huh. Ó, és ilyen vadászaton voltál, vagy csinálják hát még ezt? Nem, meg ugye már a bölény is, azt hiszem, egyszer sikerült látni, amikor ott voltunk, de van a Custer State Park, és ott vannak még bölények. Uh-huh. És vadásznak rá? Nem, most már védettek, nem. Uh-huh. Há, de mekkora. És ezek az emberek, ezek az indián emberek, ugye nem engedik el a múltjukat, legalábbis nagy százalékuk, ugye? Erről megint írtam egy papírt, megint egy eszét, uh-huh. Mikor komoly, nem akarok őzni, de valahogy mindig nehezen jön be a mondat elején, bocsánat. Nyugodtan. Hogy a kommunikációs tantárgyam volt, és kellett nem interjút, hanem mi a survey? Amikor kiküldöd a papírokat, és ugye kérdések ilyen vannak. Ilyen tesztkérdésszerű. Kérdőív. Kérdőív, jó legyen kérdőív. És felállítottam 10 kérdést. És pont az volt, hogy vallásos vagy, vagy a tradícióidat tartod. Ha beteg vagy, akkor a sámánhoz mész, vagy a kórházba. Uh-huh. Voltál-e bent lakásos iskolába, vagy nem? És erre alapult az egész kérdőív, és nagyon meglepő volt, ami visszajött, csak már most ez úgy válaszol a kérdésedre is, hogy az, akik voltak bent lakásos iskolákban, ott két választási lehetőség volt. Az egyik része azt mondta, hogy nem, ő a tradíciókat tartja, és úristen, többet nem, tehát hallani sem akarok róla, mert az egy olyan tapasztalat volt, se a gyerekem senki nem fog oda menni. És volt a másik, aki azt mondja, hogy hát annyira nem volt rossz, és ő igenis templomba jár, és a keleti, vagy hát na, a nyugati dolgokkal foglalkozik. Uh-huh. Igen, az interjúban is említetted, hogy az indiánoknál ilyen, hogy templom, meg maga a vallás dolog, az ugye nem működött abban a törzsi világban, hanem gondolom ott is megvoltak a különböző beosztások, meg ugye említetted most a sámánt, aki nagyon fontos feladat szerepe volt, de akkor tényleg is mit írtak oda, hogy orvoshoz megy, vagy a sámánhoz? Hát az a helyzet, megmondom őszintén, ezt én Pine Ridge-re küldtem el, pont ennek az apáca hölgynek kértem meg, hogy osztam el szét, névtelen volt a kérdőív, tehát nem kellett ráírni, hogy kicsoda. És nincs sámán jelenleg. Most jön ugye a nyár, július-augusztus az időszak nekik a Sundance-re, ez a legnagyobb ünnepük, a legnagyobb ceremóniájuk. Ott mindig van egy sámán, de van, hogy utazik valahonnan, mert tehát ott helyben nem mindenki. Csinálják az izzasztó kunyhót, tehát én is, akivel van egy kislány, Szarának hívják, most 11 éves, akit így támogatok, hogy küldök neki ajándékot születésnapra, meg ez meg az. És ő, neki a nevelőapja, az, aki mondta, hogy tehát, ha én beteg vagyok, akkor megyek az izzasztó kunyhóba. Uh-huh. Tehát neki az az első. Aztán, hogyha nem segít, vagy valami, akkor mennek tovább, de nincs semmi. Uh-huh. De még mindig hisznek, és szerintem nem minden háznál, de több háznál a falun belül van. Ízasztó kunyhó, erről beszéltél az interjúban is. Ezt hogy kell elképzelni? Olyasmi lehet, mint nálunk a szauna? Hát formájában nem, mert ez tényleg olyan, mint egy hát egy ilyen félköríves építmény, megvan, hogy milyen fából, azt hiszem fűszfából, de nem tudom miből, tehát ami ugye hajlik, és akkor megvan, hogy rakják össze ezeket az ágakat, aztán letakarják régen ugye bőrrel, állatbőrrel, most meg takarókkal, hogy ne jusson be ugye fény, tehát a sötétségkel, és ez tulajdonképpen reprezentálja, amikor bent van az ember még az anyamében. És akkor középen van egy gödör kiásva, de a gödörből is, amit kiszednek földet, az kint föl van állítva egy oltárnak. Tehát mindent úgymond újra használnak, nincs semmi, ahogy most akkor nem kell és kidobjuk, hanem más funkciót adnak neki. És akkor megvan, hogy kelet felé néz az ajtó, és akkor három ilyen státusza van az egész ceremóniának, mindegyik között kinyitják egy kicsit az ajtót, bejön egy kis levegő, meg egy kis fény. És meddig vagy bent? Hát az attól függ, sámántól függ, de körülbelül egy óra minimum, a három részlet. Meg attól is függ, mert egyszer voltam Kentuckyban,
és a mohak ismerősön beszélt, és ő annyit tud beszélni, és akkor nagyon meleged van, és már szeretnék megkimenni is, de... De milyen meleg lehet bent? Ilyen nagyon-nagyon szaunánál még keményebb meleg? Mivel fűtenek, vagy, vagy mivel... Kő, tehát mielőtt elkezdődik, kint fölhalmozzák a köveket, és megvan, hogy nem tudom már, hogy hány darab, 40 hány kő összesen, és akkor ezt körbe rakják ilyen nagy fahasábokkal, mint a, hogy mondják azt? Fákja, nem fákja. Nem a fákja, hanem mint amikor tábortüzet raksz. Igen, igen. És akkor meggyújtják, és hogy leég, és fölhevíti, igen, a követ. És akkor először beraknak 6-ot a 4 égtájnak, az égnek és a földnek, az az, az első kör. És akkor a sámán a szórja le ugye a tisztító zsáját, meg a zöld cédrust, meg amit éppen, és ugye énekelnek, meg szórja rá a vizet a forró kőre. És akkor ott a pára is. És most még az a 6 kő, az még nem, de amikor már a 40 hány kő van bent. Ja, mert az berakják mindegyiket. A második körbe már berakja mindet, igen. És ez mekkora alapterület lehet? Hát átmérőben volt egy olyan kisebb, mint 10 méter szerintem, 8 méter. És akkor megvan, hogyha bemész mindig óramutató járásával megegyezően, és akkor a nők ülnek, mennek be először, ők ülnek a külső körbe, a férfiak a belső körbe, és hát nem tudom, ami Dakotában volt, ami az a szokkonyhóban, az annyira meleg volt, hogy amit bevittem töröl között, hogy ráüljünk, mert bevihetted, azt én felemeltem az arcom elé, mert azt mondtam, hogy leég a bőröm. Hogy begyulladsz. Jó, de durva. Amint Kentuckyban voltam, azt egy Cherokee indián csinálta, az nem volt már annyira meleg, mert nem is volt benne annyi kő. És hányan vagytok bent körülbelül? Hát ott benn voltunk az egész csapat, aki mentünk 15-en, plusz még ők ketten, meg még a másik is, tehát 30-an. Ott van ugye a kilégzés, az a meleg levegős történet, meg eleve ugye a kövek, hát meg nem, önti rá a vizet. Nem pandemikre való. Hát nem. Social distancing. De viszont valamennyi igazság alapja van ennek, mert az itt úgy mondjuk, hogy heat shock protein, ezt nem tudom megint lefordítani, tudod, hogy az ilyen izzasztó kúrák, azok valamennyire jó, működnek, persze, hogy működnek, szóval persze. Mérektelenít, igen. Kijött belőled minden, nem? Ami fölösleges ott, volt. Fú. De ilyenkor gondolom azért a lelked is tisztul valamennyire, persze, nem? Meg a gondolkodás, meg úgy átgondolt dolgokat. Főleg, hogyha az ember ugye adja magát hozzá, mert hogyha te közben azon stresszel, hogy ki akarok menni, és nem mutam, de hogyha csak leülsz, és tényleg magadban nézel, és akkor körbe kérdezed, hogy akkor ezt a ceremóniát, ezt most miért ajánljuk fel, hogy mindenki mondjon valamit, és tényleg, akkor mondhatod a saját nyelvedet. Te mit mondtál? Hát a világbékér. És közben a sámán beszél valamit? Énekel. Énekel? Ő miket énekel? Miről? Hát azt én nem értem, de ami a ceremóniáknak a dala. Tehát attól függ, hogy mi a ceremónia, mindegyiknek van külön dolog. Most hülyeségből szoktam, még hogy a gyerekeim kisebbek voltak, hogy énekeltem nekik, és akkor itt táncoltam, de hát ugye a filmekben ez volt, én legalábbis nekem ez csapódott le, hogy így csinálja a fő sármán megy előre, és akkor a többiek megkövetik. És főleg, hogy jugoszláv volt a film. Hát NDK. Vagy jugoszláv? Jugoszláv, Darko Bojkovics, vagy? Gojkovics. Mitics? Mutics Gojkovics. Na mindegy. De Jugoszláviába forgatták, ebben igazad van. Ja. De egy csomó western, most egy csomó western, az spagetti western, az olaszok. Olaszok. Hát igen, ugye a Bud Spencer-től kezdve mindenki. Na, hogy látod, azt tudom, azt hallottam, hogy akarod még tovább folytatni, akarsz még új dolgokat csinálni ezzel kapcsolatban. Ugye ez a magyarság dolog is benned van, hiszen eléggé aktív vagy ezen a területen is. Gondolom lesz még egy-két egyetem, amit elvégzel, amikor úgy ráérsz a maradék szabad időt bennem. Igen, hát mondtam, most is tanulok. Bocsánat. Most éppen mit tanulsz? Hát környezetvédelem volt a majorom, aztán átjavítottam, átváltoztattam, most hospitality management, de az utolsó, tehát az előtte való diplomám az például
Humanity Service és Addiction, tehát függőség, és az részben onnan jött, amit láttam Dakotában. Tehát azon kívül, hogy milyen szegények, meg a rezervátumban nem vihetsz be alkoholt, az alkoholizmus, az öngyilkosság és a függőség, a drogok, az nagyon durva. Fuhu. Hát gondolom, hogy nem vihetsz be alkoholt, ezért nem. Speciálozottak emberek, akik megbehordják. Hát meg nem is az, hanem például Oglala, az a nebraszkai határon van. Tehát a város rajta fekszik, átsétálsz a határon, és az legelső épület... Egy likőrsztor. Tényleg? Van komolyan. Szegények, és akkor rákényszerül. Tulajdonképpen látja önmagát, meg környezetét, és akkor azt mondja, hogy iszok egy felest. Igen. Volt egy szó, amit tanultam, amit nem tudtam angolul az annak idején, és le kellett fordítsam. És ez a marginalizing. Ez mit jelent? Mert nem értettem is, hogy mit jelent, és ez tulajdonképpen nem is tudom szó szerint, hogy mondjam, de az, amikor így kivannak az emberek rekesztve. Tehát ez a semmi cél nem lát maga előtt, beleragad abba a körforgásba, amit lát maga körül, amiben a szülei felnőttek, és nem lát kiutat, és teljesen sajnos ez van még mindig ott, hogy nagyon sokan ezért is lesznek alkoholisták, vagy drogosok, vagy követnek. Hát igen, nincs egy jövőképe, nincs, illetve hogyha találkozik egy amerikai közeggel, egy bármilyen fehér közeggel, akkor ő le van nézve. Pont tennap beszéltünk egy hölgyel, perui volt, és mondja, hogy egyszerűen nem fogadják el itt Amerikába, tehát rá van sütve ez a latinós történet, és ő bármit tanulhat, bármit csinálhat, egyszerűen nem. Tehát megérzik rajta esetleg a beszédén, hogy te nem itt született, de hát ugye származását tekintve látszódik rajta, és egyszerűen nem. Hiába küzd de ellen már nem is küzd, ő is már csak legyint egyet. És gondolom, szegény indiánok is így vannak, hogy hát most hova erőködjek, most nem. El tudok menni földet művelni, traktorosnak, vagy nem tudom minek, és ez soha nem lesz belőlem semmi, és ezt látják. Nem látják a kiutat, de most az érdekes, amit mondtál, mert ugye én meg pont fordítva a másik felét éltem meg, hogy bementem, mint fehér ember, és nem mindig könnyű, hogy szóba álljanak ugye veled. Az előítéletek miatt. Igen, mert hogy fehér vagy. Viszont nagyon sokat segített nekem, megmondom őszintén, szerintem az, hogy nem vagyok amerikai, hanem hogy magyar vagyok. Amit nem tudtak, de legalább, amit nem, tudtak, de legalább nem aztán, vagy amerikai. Igen, aztán amikor meghallják, hogy más nyelven beszélsz, és akkor te milyen nyelven beszélsz? Magyarul. Tényleg? És akkor már úgy elkezd érdeklődni, és nyílik. Például a Mohak haverom, ő elkezdett magyar tanulni. Nem mondod. Ja, mindig mondja nekem, köszönöm. De aranyos. Ja. Van róla fényképed? Majd beteszi Péter, ugye, belinkeljük? Persze. De azért érdekel egyébként, és azért fogom biztos, hogy megnézni a filmedet, mert tényleg érdekelnek az arcvonásaik. Annyira jellegzetes, ugye azok a, nem a filmek, hanem ezek a portréképek, amit csináltak régi indiánokról, annyira, és érdekes, hogy itt is lehet párhuzamot vonni, mert azért megnézed a régi magyar földműveseket, vagy bárkiket, azoknak is olyan jellegzetes, nagy harcsabajusz, az orruk, a fejszerkezetük annyira jellegzetes, hogy hihetetlen. Még azt is megkockáztatnám, hogy lehet, hogy egy tőről fakadunk. De ami nem biztos, hogy nevetséges, mert ha belegondolsz, ugyanolyan jurtákat építenek, ugyanúgy vándorolnak, mint mi, és hogy ez honnan jön, hát akkor nem volt internet meg mobil, hogy nézzük már meg, mit csinálnak a magyarok, vagy nézzük meg, mit csinálnak az indiánok. Tehát, nekünk is van tátosunk. Nekünk is van tátosunk például, igen. Igen. Én akartam itt mondani, hogy ja igen, annyit tanultam most a múlt hétvégén, hogy amikor voltam ezen a ceremónián, hogy a mohakoknak például a fejrészüknél 3 toll áll fölfelé. És hogy maximum 5 toll áll föl, és azt nem mondták meg, mert nem tudták, de hogy mindegyik, az 5 alapító törzsnek mindegyiknek van egy valamelyik, toll. Igen, tehát az egyik az a mondjuk a várjál, melyik is az 5? Seneca, a másik az Oneida, a harmadik a nem tudom, Iroquois, és a mohakoknak van a 3 toll. Tehát, hogy ők így meg tudják magukat különböztetni, hogy akkor most... Ez is zseniális. Nem is gondoltam erre se. Igen, hogy hány toll áll fölfelé. És ezt csak ünnepségeken viselik. Igen, tehát például a haveromnak, amikor bementünk, nekik van ez a log house and long house, tehát mind a kettő, tehát hosszú fából épített ugye ház,
és akkor megvan, hogy elől mennek be a férfiak, a másik ajtón mennek be a nők hátul. Hoppá, hoppá! Igen, a megkülönböztetés. Hoppá, hoppá! Nem egy ajtón mennek be a nők, meg a férfiak, és nem egy helyre ülnek le a nők és a férfiak, illetve klán szerint ülsz le. Tehát a mohakokon belül is van mondjuk a farkas, a teknős, meg a medve klán, és akkor úgy ülnek le ezen az épületen belül, hogy ki melyik klánba tartozik. De milyen érdekes. És mivel foglalkozom? Mit tudnak csinálni szegények? Dolgoznak valahol? Kijárnak? Vagy ott csak ott el vannak a semmivel? Valamit enni kell? Na képzeld el, hogy például a mohak ismerősöm, ők nem rezervátumban laknak, hanem egy territorin. Tehát saját területük van, amit 76-ban adott úgymond vissza a kormány, vagy vettek vissza a kormánytól. És ez nagyon érdekes volt nekem is, mikor Kentuckyba találkoztam vele, és beszélgettem vele, és mondom, még egyszer. És mondta, hogy nem. Tehát ők tulajdonképpen nem USA terület. Ő nem USA állampolgár, nem amerikai állampolgár. Nem mondod. Mondom, mi van? Igen, és mondta, hogy nem, ő mohak. És mert, hogy az a terület, az az ő területük. És tehát zárt kapu van őrrel, tehát nem lehet csak úgy besétálni, de viszont van golf területük, vannak ugye boltjaik, hogy csinálják ugye a dohányt, a juharszirupot, akkor van benzinkutyuk. Hát ez hihetetlen. És nagyon jól megélnek, tehát, és megterveztik, tehát a földterületen. Önellátóak. Ők önellátóak, és azt mondta, hogy a legenda szerint, úgymond, vagy a törvényük szerint 7 évre való ételnek kellene, hogy legyen, mert körbe elvitt, hogy a száraz kukorica, a babokit, akkor van egy nagy hűtőjük, ami állnak sorba az üvegekbe a dolgok, szárítanak, és mondta, hogy hát 7 évre még nem, de el tudják. Tehát, és ott olyan, hogy ha te éhes vagy, és mondjuk nincs úgy, akkor bemész, és akkor hozol a spajzból. És nincs az, hogy most akkor valaki éhezzen. Uh-huh. Tehát annyira így ellátják önmagukat, és gondoskodnak a másikról. Tehát nincs olyan, hogy nem most... És az indiánok is golfoznak, meg vannak autók, és hát persze hát gondolom, ilyen furgonok hát is valahogy. Hát őt még nem láttam például golfozni, de ugye ebből csinálnak pénzt. Ja, hogy bejárnak igen. Oda. Ja. Tehát ők dolgoznak úgy, hogy fönntartják ezeket a dolgokat, és akkor... Zseniális, ügyes. Igen, igen. És azt mondtam, hogy fú, mondom, ezt elmondanák a többi törzsnek, akkor... Ja, ők is akkor tudnának. Ja, csak ezt itt titokban tartják. Hát nem titokban tartják, csak hát ő is mondom, először velem jött el Dakotába, tehát soha nem volt még azon a részen. De hogyha tudnak egymásról, néha nem látogatják meg egymást, vagy nincsenek ilyen küldöttségek, hogy akkor elmegyünk, hát, és akkor... akikkel ők összejárnak, az van egy másik, mert az övéké a Ganyágen van nem messze a kanadai határnál, meg átlog részben Kanadába is a Kosszászná, egy másik territory, ővelük járnak, azt mondja, mind a kettő mohak, de ő lemegy mondjuk egy pávára Új-Mexikóba, de nem tartja ott senkivel a kapcsolatot, mert az egy másik. Milyen furcsa. Másik törzs. Milyen furcsa. Hát ez olyan mondjuk, te hány oroszsal tartod, vagy hány némettel a kapcsolatot, tudod? Uh-huh. Tehát, hogyha úgy veszük. Hát a szomszédna. Hát a szomszéd, de hát érdekes, amit mondasz, ja. Mert ugye számomra, meg gondolom nagyon sok ember számára, hogy van egy kategória, hogy indián, és akkor úgy gondolod, hogy ez olyan, mint hogyha magyar, akkor egyik lakhat Erdélyben, Budapesten a harmadik, akárhol, és akkor ő is magyar, én is magyar, és akkor úgy gondolom, hogy az indián is indián, tehát akkor ők... És... Hát igen, csak ugye, mint hogy nem tudtam válaszolni rá, hogy hány millióan vannak, nem tudom, de mivel van az a 4-500 csoport, tehát ők... Annak idején ugye nem is beszélték egymás nyelvét, nem tudtak úgy kommunikálni, csak volt az Anishinaabe, azt mondták legalábbis nekem, hogy az volt az a nyelv, amit a legtöbben úgy beszéltek és tudtak kommunikálni egymás között. Mit is akartam kérdezni, most ezt teljesen kiment a fejemből. Hát, ja, igen, ja, tudom, a film. Te a filmbe ezt beletetted, hogy a mohókoknak ilyen üzleti érzékük van, hogy ezt csinálják, ezt beletetted a filmbe, vagy gondolsz egy beletenni egy másikba erről valamit? Nincs benne a filmben. Amit belevágtam a film, van róla felvételem, de mivel így is ugye 2 órás lett a film, meg kellett ugye valami, ami összeköti, és én inkább a spirituális részére mentem rá, és amikor például megkérdeztem tőle, hogy mondom, beszélj nekem a spiritualitásotokról, az mi?
Hát és akkor mondtam neki, hogy hát ez meg az, meg és akkor hát jó, de nekünk az a mindennapi élet. Hoppá, hoppá. De azért gondoltam ezt, mert hogy tulajdonképpen mondtad azt, hogy okay, milyen keservesen élnek az alkoholizmus, és tulajdonképpen van rá megoldás. Megoldás. És te tudod is a megoldást, és neked lehetne az a feladatod, vagy a küldetésed, hogy ezt eljutatni a másik indiánokhoz, és hogy tudunk valamit csinálni. Ez jó ötlet, csak ugye az a kérdés, hogy például, hogy fogadja a másik indián csoport, tehát hogy kell-e ez nekik? Figyelj, de legalább megvan az esélye, érted? Most nem akarok belemenni ilyen nagy motivációs. Figyelj, nekem volt egy ilyen motivációs ismerősöm, aki egy pásztor volt, vagy hogy magyar is pásztor, és oda ment hozzá két pár, és azt mondja, nem szégyeled magad. Azt mondja, tudod nagyon jól, hogy ebből a 200 emberből, akinek te csinálod az előadást, nagyon kevés lesz sikeres. És azt mondta, de legalább megadom nekik az esélyt, és ők választanak, hogy ők mit csinálnak belőlük. Legalább lesz egy kis esélyük. És szerintem neked ez van. Utána, hogy ők mit csinálnak vele? Az már rajtuk múlik. Ő a barátod egyébként? Ő nem. Ő a Dakota, akiről beszéltem, ő a Dakota, igen. Mert ezt is bevágjuk. Igen, kellenek, nagyon tetszenek a ruháik egyébként. Uh-huh. Meg ezt, hogy így mondtad, hogy mi a spirit, tehát ők ezt nekik minden nap megélik. Ez valami hihetetlen. Most, hogy volt a gyereknek a névadó ceremóniája, a gyerek februárban született. És akkor mondom, hogy jó, és akkor mikor lesz? Csak mert ugye, hogy tudjak én is tervezni, mert potom 6 órát kell vezessek, hogy fölérjek oda. Úgyhogy ez a Queens, ez annyira hát ez, semmi. Ez szomszéd. 2,5 óra volt. Igen. Hogy... És akkor mondja, hogy hát amikor majd éri közepár, mondom, tessék? És mondta, hogy hát nekik 4-szer van egy évben, amikor ilyen ceremóniát tartanak, és az egyik az Eper Fesztivál, és akkor vannak ezek a úgymond névadók, de tulajdonképpen ez sem névadó volt, hanem az volt, hogy elmondta a tesója, miközben folyt a dolog, mert ugye nem értettem egy szót se, hogy a klánnak, a fő klán, a nagymama elfogadta a gyereket. És biztosította arról a gyereknek a szüleit, hogy az egész közösség oda fog figyelni a gyerekre, hogy jó úton járjon, hogy neveli, gondoskodnak róla, hogy nem lesz. És mi van, nem fogadja el? Van olyan? Nem hiszem. nem arról híres az a közösség, uh-huh. hogy te tényleg támogatják egymást. És látod, mennyire jó? Nincsen kvarc órájuk, nincs digitális órájuk, akármilyen órájuk, hanem az eperérés. Tehát ők eleve máshogy élik meg az idő múlását is, hogy telik az idő, mert igazából nem is foglalkoznak vele, hogy telik az idő, csak hogy az eper, a gesztenye, vagy nem tudom, mi érik, és mi igen, hogy a természethez igazodnak. Hát még május végén is azt mondta, hogy hát nem tudom, hogy amikor érik az eper, és az egyik nap jött egy fénykép az eperről, hogy érik a szamóca, mert nem is az eper, hanem a vadeper, a szamóca, uh-huh. az a picike az erdővel. Uh-huh. Ja, mondom, okay, akkor mikor? Bocsánat. Hát régen így mérték az időt, uh-huh. nem csak ott, hanem mindenhol máshol, akkor még nem volt kárcol rájuk, meg rendes uh-huh. órájuk, ugyebár. A farmer naptár, ugye? Pontosan. És ez még mennyire hiteles, meg mennyire hogy accurate? Igen, mert abban benne van ugye a holdállások, az évszakoknak a változásai. Yes. Attila, meg akarod kérdezni a kedvenc kérdésedet? Nem, adáson kívül, milyen hónapban születtél, és mi vagy? Oroszlán. Oroszlán? Augusztus környékén? Uh-huh. Jó, mert én nyilas csak vagyok. De mindegy, én már ott is nyilasztam a születésemkor. Akkor most már én is felteszem az önző kérdésemet, azt mondtad, hogy a pandémia alatt összevágtad a filmet, és én nagyon-nagyon jól tudom, hogy mennyire nehéz vágni, mert nekem minden héten kell vágnom, hogy segítenél. Én kiadnám neki minden héten a vágás. Kiadod neki. Egy klánban vagytok, tehát kiadod neki. Jó, hát ez tetszik, érdekes. És az is érdekes, hogy most itt vagy, hogy téged talált meg most a Péter, hogy gyere el hozzánk, és mesélj egy kicsit magadról. Már beszéltünk vagy egy éve március, erről. Nem, márciusban, amikor a születésnapodon felköszöntöttelek. Én akkor tudok róla. Ne így határozz meg, hanem az eperérés, vagy valamit tegyünk a márciusra. Március, mi van? Tavasz.
tavasz kezdete. Igen, akkor kezdenek a virágok. Az első virágérésnél a tavasz 17. pillanatán megtaláltak. Igen, tavasz 17 pillanata. Pap Judit, fantasztikus volt. Köszönjük szépen, hogy mesélt. Ezen millió dolgot még nem beszéltünk át, de szerintem gyere következőbe is, ha erre jársz. Ugorjász ide a szomszédba. Jó, ha van érdeklődés. És az biztos, hogy zárójelbe szeretném kötelezővé tenni a te részedre, hogy amikor a filmed itt van, léci szóljál, jó, tudom, epereéréskor, de hogy szóljál, azért, mert akkor azt mi elkezdjük reklámozni, meg tolni, mert tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy ezekre az emberekre, hogy fú, ez zseniális, tehát tehát maga az, hogy belegondolunk ugye az indiánok, tehát hogy őslakosok, és ők miket tudhatnak belőle, amit lehet, hogy nem is tudják, hogy ők azt tudják, mert ugye ők azt mondják, hogy spirituálisan élnek minden nap, és nálunk meg ugye tolják, hogy gondolkozzál, merülj magadba, és ők meg ezt csinálják minden nap gyakorlatban. Nem is tudják, hogy persze tudják, de nem tudják, hogy ez mennyire fontos egy fehér ember számára, és hogy igazi példaképeink lehetnének tulajdonképpen, nem? Hát sok tulajdonképpen mindenben. Ott voltunk mi is valamikor. Ja, csak elfelejtettük, és igen. Akkor beleszálltunk ebbe a nyugati őrületbe, hogy... És pont a Mohak srác mondja azt a magába a bemutatóba, és abban a 2,5 percbe fönt van, hogy ő nem azt... Tehát még a haverja azt mondja, hogy ébredj fel, hogy ugye ébredjenek fel az emberek az üzenete. Várj, Judit, ne arra, de hol van fönt? Fönt van a YouTube-on is. Péter, ezt be tudjuk játszani még itt a végén? Ha elmondod, hogy hol van, persze. Persze. Meg a... Hát a nevem, meg a filmnek a címe, és akkor az bejön. Oké. Okay. Jó, közben mondjad, ne haragudj, csak azért, mert meg tudjuk mutatni a nézőknek jó. Akkor. Mi a film? Ezt az előzetest. Egy, ha a magyart akarod betenni, akkor egy az üzenet. Igen, okay. Közben mondja. És pont ugyanezt mondja, hogy tehát az, hogy mit veszítünk el. Tehát az emberek arra ébredjenek már fel, hogy mennyi mindent veszítünk el nap, mint nap. Föl se fogjuk, mert az akármilyen márkák felsorolása a pólón, a háttérben a legújabb turbó, akármilyen autó, nagyház, legújabb telefon, és a ilyen kaják, olyan kaják, és egyszerűen elhagyjuk azokat az értékeket, amit, de most nem akarom itt megfejteni a nagy dolgokat, de ezt én is érzem, hogy ez tényleg átbillentünk, tehát ez így nem normális. De az jó volt, Peti, köszönöm szépen az ötletet, hogy majd abból is csinálok, abból a részből is egy filmet. Van több ötletem is, tehát most már a következő. Érdekes, mert mikor összevágtam, és eljutottam oda az utolsó kockához, hogy ki kellene írni, hogy the end, uh-huh. És nem jött. Uh-huh. És mondtam, hogy nem, ezt nem tudom ideírni. To be continued. Na, az van odaírva pontosan. Megvan, Péter? Nincs még meg, de mondjad, hogy hogy találnám meg? Egy, de egyes számmal. Oké. Okay. Az üzenet, meg a nevemet, ha odaírod. Az üzenet, oké. Okay, hogy adnak nevet a gyereknek például? Megvan. Hát az ő kislányát most úgy hívják, hogy erős fenyő illatú. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy a gyerek miért azt a nevet kapta. Az ő neve viszont azt jelenti, hogy korán kelő. Uh-huh. És ő hajnalba született, úgyhogy tudom, hogy onnan jött. Uh-huh. Oké, okay, és akkor itt lesz, figyelj. Uh-huh. És amíg adsz rá hangerőt is, akkor... Ez a film visszatükrözi őslakosok, főleg amerikai indiánok között telt 7 éves utazáson. What we do when we gather, we say words to bring people's minds as one. Wake up. Like what he was saying, wake up. Not necessarily. What he said was wake up to what's going on in the world. I always wish that they would wake up to what they're losing. We strongly believe, and it was passed down with my grandmother, that for every condition on earth, the remedy and cure is here if you want to take the time to look for it. We teach our girls to be naturalists, so my girls actually could probably spend a couple days out and eat off the land. So we said there is a sacred symbol in what I'm making that's already there. Some you can see, some you can't. You know what that was? In quantum physics, it's quantum wave. You're very sacred in the breath of life, and you come together in this time of the world's great
paradigm change. They say paradigms changing. Going and researching, be a part of their own culture first, would bring unity into this world. The magician doesn't let you do that, nor does the medicine man let you do that. He brings you to a certain point, and then it's up to you to cross the line. Yeah, it really is a way of life. And it's not just the Native Americans, it's the Druids, it was the Aboriginals in Australia, other clans in New Zealand, from all around the world, they knew what it was like to be one, and that's exactly what people are missing. Elképzelhető az, hogy itt New York és környékén valahol esetleg egy ilyen indián fesztivál, vagy találkozó, vagy bármilyen történés van? Szokott lenni Páva a Columbia Egyetemen is. Minden évben október 10-én Randall Islanden van egy Indigenous Day, Columbus nap helyett. Uh-huh. Aztán itt Queens Bay is lesz egy Páva, no. Itt júliusban. Erről meg kell szerezem az infót, és csak valaki említette most Brunswickon a múltkor, de itt Queens Bay is lesz egy. Mm. De jó. Meg kint szokott lenni Long Islanden még a Sinakak Páva a szeptember, mindig Labor Day-kor. De jó, el kell menni. Ilyen indián arcokkal kell találkoznom. Én rájöttem. Én nagyon örülök, hogy eljöttem, mert tényleg valaki ilyen szenvedéllyel ezzel az ügyben így nyomja, ez elképesztő, hogy az Attila mondaná, hogy hihetetlen, de tényleg, hogy nem is tartozol, az igazából neked semmi közöd nincs hozzáig, de egy ekkor ennyi szenvedéllyel, és így nyomod ezt az ügyet, ez tényleg le a kalappa. Akkor most itt még bele kell hozzam a metafizikát, mert akár hisz valaki reinkarnációba, akár nem, ugye, de az iskola alatt is, meg mióta járok. Tehát karmák bizonyos időszakban aktiválódnak az ember életében, és voltak bizony olyan meditáció, olyan tapasztalásaim, hogy előző indián életek jöttek föl. Tehát az, hogy nincs hozzá, igen, hogy nincs hozzá semmi közöm, azt nem mondanám, mert valamikor egyszer biztos. Uh-huh. Ez érdekes, mert nekünk nagyon-nagyon sokféle vendég van itt, és mindenféle háttérből, mindenféle nem csak hogy vallás, hanem politikai nézet, meg mindenfajta, és attól függetlenül, hogy nem biztos, hogy mindenkivel egyetértünk, vagy mondjuk barátok vagyunk, vagy valahogy barátunk is leszünk, csak az a lényeg az, hogy mi meghallgatunk mindenkit, mert a történet minket érdekel. És szerintem a te történeted ez egy zseniális, és tényleg én megköszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, meg mindenkivel itt a magyar közösségben. Nem, hát én köszönöm a meghívást, és még egy nagyon gyors történetet, akik közel állnak hozzám, tudják meg mellett, hogy többször is hallották, de vigyáztam egy kis gyerekre, többre is, de ugye voltak négyen testvérek is a legkisebb, és nekem az iskola alatt is a legnagyobb visszaigazolás ezek a picik, akik még látnak más dimenziókat, és mondanak olyat, hogy az anyja néz rá, hogy most hagyja, mert nincs is ott semmi, miről uh-huh. beszélsz. És volt egy ilyen, hogy egyik este annyira nyomta az energia a kezemet, hogy le kell üljek már itt, és leraktam a gyereket a kis ágyba, és leültem a fotelba, hogy egy kicsit, amíg ő elalszik, és csak azt láttam, hogy indián képek, lovak, rajzok, ez meg az minden, és akkor egyszer csak egy bölénycsorda megy végig a domboldalon, és egyszer csak azt mondja az a pici, hogy baffa jó. Életem. Uh-huh. És kinyitom a félszemem, és mondom, a gyerek áll a kiságyba, nézi a plafont, uh-huh. és nézi a bölényeket. És mondom neki, hogy mennyi? Egy-kettőm, sok. Mondom, azt nem hiszem el. A gyerek uh-huh. látja azt, amit én látok. Uh-huh. És nekem ez egy akkora visszaigazolás volt, és utána a következő kockánál még láttam egy indián nőt, egy kék sávot így a fejére takarva, és akkor is mondta, hogy kék. Mondom, még kék a takaró? Hát volt 2 éves, 3 a gyerek, 2,5. És ezek annyira olyan, tehát most valaki nem hiszen inkarnációban semmi probléma, de nekem, mondom, ez az iskola, meg ezek a tapasztalások úgy összeraktak bizonyos képeket, meg információkat, hogy
föl, mikor azt mondja nekem másnap a gyerek, mikor lefektetem, hogy Judit, hát ki a bölényeket. Mondom, hova? Hát a plafonra. Hát mondom, az nem úgy működik. Hogy ezek így azért úgy bejönnek. Ja, ez. Köszönjük a nagy törzsfőnöknek a mai napon ezt az interjút. Én is köszönöm. Pap Judit, köszönjük, és tényleg a filmed publikus teljesen, akkor szólj, akkor elkezdjük reklámozni, mi is megbeszélünk még egyszer róla, jó? Másnap megkeresünk Skype-on. Mi pedig búcsúzunk, sziasztok! Találkozunk a nagy Bölény csordánál eperéréskor. Bye-bye mindenkinek! Sziasztok!